Köszöntöm Önöket! Ma ismét magazinunk legjobban sikerült adásaiból válogatunk. Ebben az időszakban egyre több olyan újságcikk, illetve híradás lát napvilágot, mely a rókák térhódításáról szól. Lakott területeken és nem csak peremkerületekben lehet látni a vadat, egészen a belvárosi részekig merészkednek a rókák. Szakembert kerestünk fel pár évvel ezelőtt a kérdéseinkkel, mi az oka mindennek, és mi a helyes emberi magatartás, mi lehet a megoldás. Valóban ez a jelenség létezik, és ez nem csak újságírói kacsa. Nyilván oka van, az oka nem a rókában keresendő, hanem az emberben, az ember által kialakított, illetve változtatott környezetben. Miről is van szó? Ugye a róka alapvetően, mint minden normális, egészséges pszichével rendelkező vadfaj, fél az embertől, legalábbis normál esetben, és kikerüli. De a róka egy viszonylag intelligens állatként elég hamar rájön arra, ha nem bántják, nem üldözik, és egy idő után tért hódít olyan helyeken is, ahol korábban nem jelent meg, mert a kutyák elzavarták, agyoncsapták, belelőtték, megmérgezték, sok mindent csináltak vele. Most ha ilyeneket, és ez ugye nem néhány évről van szó, ha ilyeneket nem tapasztal, akkor egy idő után jóval bátrabb lesz az emberi közelség esetén is. Ez egyik oka. A másik oka, hogy azt gondolom jelentősen közreadott ebben az, hogy közel 30 éve már immunizálják a róka állományt Magyarországon évente a veszettség ellen. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincs veszett róka. Nem korábban 4-5-10 évente megtizedelte vagy meghúzatolta a róka állományt a veszettség vírus, ez ugye most ki van zárva, ez részben okozhatja a populáció növekedését, és ugye nyilvánvalóan nagyobb élettér kell neki, megpróbál keresni olyan helyet, ahol még nincs más róka, aki erősebb róka, aki elzavarja, és akkor így beszorulnak a lakott területekre. A másik ok még az, hogy a lakott területek is megváltoztak, részben ugye mondtam hogy az elején, hogy ugye most már nem, általában nem mindenhol házőrző kutyák őrzik a portákat, ha van kutya, az is inkább ott benne a fotelben alszik, a meleg szobában. Azon kívül egyre inkább hallani, hogy etetik őket. Etetik, mert olyan szép az a kis róka, meg hát biztos éhes, és nyilván ahol élelem van, azért aztán el fog menni, különösen akkor, amikor ilyen időjárás van, mint most, hogy gyakorlatilag egy hónapja már nappas és mínusz fokokat mérnek Zalába, a hó van, nehezebb a róka dolga, nehezebben tudja megszerezni a természetes táplálékát, nyilván felveszi a hulladékot, illetve a kirakott kaját. Ezen túlmenően, hogy most még egy kicsit többet látnak rókát, annak az is az oka, hogy január hónap a róka párzási időszaka, és ilyenkor azért aktívabb nappal is, mint egyébként. A rókák etetését említette többek között az iménti pillanatokban dr. Nádor László. Az emberek egy része viszont nincs tisztában azzal, milyen veszélyei, illetőleg következményei vannak mindennek. A róka ugyanis vadon élő állat, nem pedig egy kedves, aranyos házi állat. A veszélyei elsődlegesen mégiscsak a fertőzés veszély, nem csak veszettséget terjeszthet a róka, a rühességtől kezdve több minden olyan betegséget, amik elég nehezen gyógyíthatók, de nem kizárt természetesen a veszettség sem, mert ez az immunizálás ez csak annyit jelent, hogy le van szorítva, de hát azért kiküszöbölni teljesen nem lehet. Illetve
ha olyan viszonyok alakulnak ki, hogy annyira odaszökik egy róka, és bizalmasak vele, játszanak vele, meg is haraphatja a gyereket, másik állatot. Egyébként tudni kell azt is, hogy a macskát nagyon szereti megfogni. Tehát a kóbor macskák kordában tartásának az egyik legfontosabb tényezője a róka. Szerencsére megfogja a macskát. Ez az egyik oka, a másik oka, hogy azért olyan baleset is okozhat, autópályán tudok több nagyon komoly gépjárművel ütközésen, aminek róka volt a kiindító oka. Megpróbálták elkerülni, és karambol lett a következménye. Ilyen is lehet rakott területen belül. Azon kívül kicsit megbolondítja az ott lévő kutyákat, idegesek tőle. Nem oda való. Tehát a róka nem egy fekete rigó, hogy nézegetni kell, hogy ugrál az ágon. Annak a természetes közege az nem a lakott terület. És az a normális, ha a lakott területen idézőjelbe téve üldözik, tehát hogy ne akarjon, ne szeressen ott lenni, ne érezze magát ott jól, mert ha ilyen körülményeket teremtünk neki, akkor be fog költözni. Egyébként ugyanez a probléma Magyarországon ma a vaddisznóval is, ami egyébként ennél jóval jelentősebb problémákat okoz a nagyobb városok kertvárosi részeiben. Mégis mi a teendő? Ha esetleg a mi portánkon belül azt látjuk, hogy folyamatosan jelen vannak, jönnek-mennek a rókák. A megoldásnak elég komoly jogi gátjai vannak, de azért van megoldás. A lakott területen belül nem szabad tilos vadászni, az nem minősül vadászterületnek, tehát vadászati módszerekkel elvileg nem lehet, illetve gyakorlatilag nem lehet. Elvileg azért van rá mód bizonyos esetekben külön rendőrségi és vadászati hatósági engedéllyel, még fegyverrel is elejthető a róka a lakott területen belül, de ez egy olyan procedúra, olyan eljárás, amit nagyon nehezen lehet alkalmazni. Alkalmazható módszer a csapdázás, élvefogó csapdával meg lehet fogni, és kivinni olyan helyre, ahol itt véletlenül talán már nem jön vissza. Ezt a vadászatra jogosított teheti meg, illetve erre már vállalkozások is vannak Magyarországon. Azt javaslom, hogy az illetékes jegyzőt, önkormányzatot keressék meg. Az önkormányzatok, ha nem tudják kit, akkor az alamegyei vadászkamarát nyugodtan hívják fel, ott fogunk adni tanácsot, hogy kit kell megkeresni ebben az ügyben. Vannak Magyarországon nagyon komoly erre szakosodott csapdázással foglalkozó vadőrök, hivatásos vadászok, akik ezt nagy esélye megfog, tehát egy-két napon belül megfogják. És mivel élvefogó, az se tragédia, hogy egy házi macska vagy kutya megy bele, mert azt meg a gazdájának vissza tudják adni. Nyilván ennek egyébként azért költsége van természetesen. Szintén pár évvel ezelőtt jártunk Kiskanizsán, amikor éppen hogy csak bemutatták az Együtt Kiskanizsáért Egyesület legfrissebb helytörténeti kiadványát, Markó Imre Lehel válogatott néprajzi és nyelvészeti tanulmányai című kötetet. A lelkes kiskanizsaiak már akkor egy újabb könyv megjelentetésén dolgoztak, azaz újra kiadásán, hiszen több mint 30 évvel ezelőtt látott napvilágot a kiskanizsai szótár. Ezt a könyvet az akadémiai kiadó adta ki 1981-ben a Nagykanizsai Városi Tanács támogatásával. A könyv szerzője Markó Imre Lehel, szerkesztője pedig dr. Ördög Ferenc, és
Dr. Markó Imre Lehel 51 és 55 közötti gyűjtése alapján készült. Miután ő azt a rengeteg anyagot, amiről már többször beszéltünk, ugye a könyvbemutató Markó Imre Lehel válogatott néprajzi és nyelvészeti tanulmányai című kötet bemutatója után is, meg az ünnepségen is, a kötet bemutatón is szó volt erről, hiszen dr. Németh József is említette az előadásában. Fölmerült annak a szükségszerűsége, illetve lehetősége, hogy egy szótár formájában az általa megismert fogalmakat kiadják. Így született meg a kiskanizsai szótár 1981-ben. A helyiek közül sokaknak megvan még, vagy megvolt a szótár. Nem tudom, hogy kinek adtam, de lehet, hogy a keresztapámnak, de nem mertem rákérdezni, de valakinek odaadtam, és így sok könyvemmel jártam, úgyhogy feleségem azt mondja, tanítványaimnak is adok könyveket, és azt, hogy mindig fel kell írni. Tehát fel kell írni, hogyha valami könyvet odaadunk bárkinek. De nézzük, mik is azok a jellegzetes kiskanizsai kifejezések, melyek megtalálhatók a szótárban. Például a barkának a kiskanizsai neve macóka. Macóka. Igen. Most is. Tehát így hívjuk, hogy kimegyünk, szedünk macókát. Ez macóka. A tavaszi barkát. Macókát. Igen. Vagy például a kifőtt tészta, mácsik tészta, ugye? Mácsik, az most is. Mákos mácsik, turós mácsik. Vagy a kicsiny helyett, kicsiny ez a macska. Vagy például a madzag helyett. A legutóbbi könyvbemutató alkalmával született meg az ötlet, hogy az 1981-ben megjelent szótárt újra ki kellene adni. A kezdeményezés rögtön támogatókra talált. Legutóbb egy ilyen beszélgetés során felmerült, hogy jó lenne újra megjelentetni, egy picit felmérni azt, hogy mennyi az érdeklődés mégis, hogy milyen példányszámban kellene ezt megtenni, és most tulajdonképpen ezen dolgozunk. Én bízom abban, hogy sikerül kiadni újra, mert hogy rólunk szól. És nekünk, Kiskanizsán élőknek, akik még ezt a nyelvet ismerjük, fiataljaink már kevésbé, hiszen az idősebb korosztály még ezeket a szavakat él, és ezeket a mondatokat használja, különösen, hogy egymással találkoznak. A gyermekek viszont nem ismerik már. Tehát ha én is odahaza a gyermekeimnek, vagy az unokáimnak mondok egy olyan szót, vagy egy olyan mondatot, ami a kiskanizsai nyelv alapján mondom ki, akkor úgy meglepődik, hogy hát én hogy is beszélek, és ez érték. A beszélgetés során szinte mindenki tudott mondani olyan kifejezést, melyet a régiek még ugyan használnak, de a szótárban is megtalálható. Amikor édesapám olyat mondott, hogy most lemegyünk az alba, aztán megkapáljuk a fűjes részét, a szőlőnek. Ugye most én ilyet mondok, ez ilyen kiskanizsai szótárba illően, akkor aki ezt úgy hallja, azt mondja, hogy ez az ember az érdekesen beszél. Valamit nem is ért meg. Ha jó volt a talaj, akkor azt mondták, hogy a jó borzamost a föld. Ezt is mondták. Ugye? Ismerős. Hogy én mennyit cipeltem ezt. Igen, a petrence hordás. Ugye a gyerekek vitték, az öregek a két rudra rápakolták. Mi a petrence, igen. Úgyhogy amikor összegyűjtöttük a szénát, az öregek a két rudra rárakták, de ez nagyon könnyű volt, és mi gyerekek cipeltük így. Az elhatározás tehát már megvan. Újra ki szeretnék adni a kiskanizsaiak a kiskanizsai szótárt. Ehhez szükséges egy felmérés, hogy mekkora az igény rá, ezért a lelkes helyiek azt kérik, aki támogatja az ötletet és szeretne egy szótárt a jövőben, jelezze igényét a Móricz Zsigmond Művelődési Házban, vagy keresse Horváth Györgyné Vadász Máriát. Egy különlegességről van szó, mert a 90-es években jött a globalizáció, gyakorlatilag a Coca-Cola, illetve a farmer kultúra mindent eltüntetett, mindent egységesít, de egy óriási értékről van szó, és ezt mindenképpen meg kell menteni, és meg kell ismertetni a fiatalsággal is.
utak mentén hegygerincen. 2017-ben elkészült egy gyönyörű könyv, melynek ünnepélyes bemutatója ugyan még mindig várat magára, de a kiadótól annak idején, Magyar Tibortól engedélyt kaptunk rá, hogy a Zala megye szebbnél szebb hegyi kápolnáit és szakrális emlékeit felvonultató könyvet önök elé tárjuk. Zala mélyén, falu szélén. Kallózd! Kis, fehérre meszelt, sírokkal övezett kerek templom dacol a múló idővel a dimbes dombostáj egyik púpján. Ősi falai között lassan 800 éve visszhangzik az eget ostromló fohász, bár az utóbbi időkben már egyre ritkábban. A környékbeliek hajdanán örömüket és bánatukat is e falak között helyezték megváltójuk elébe. Az évszázadok rengeteg vígságot, de sok nyomorúságot is hordoztak. A fiatalok jókedvű nótáját nem egyszer az özvegyen és árván maradtak gyászos éneke váltotta fel. Az igére szomjazók ájtatos suttogástól kísért lépteit, rémült kiáltások és fegyvercsörgés. Ahol fény van, árnyék is van. A békés időszakokat háborús esztendők, a meleg nyarakat hideg telek, a bőséges esztendőket aszályos időszakok sóhajai követték. De a látható földi dolgokon túlmutató, forrását itt megtaláló hit szilárd alapnak bizonyult. Az élet szakadatlan körforgásában újabb és újabb nemzedékek váltották egymást. Mára a falu is odább költözött, a szorgos kezek új templomot emeltek, gazdáik immár csupán emlékezni, az erre járók kíváncsiskodni járnak az öreg istenházához. Az elmagányosodott kis templom azonban továbbra is büszkén áll az erdő széli dombtetőn. Fölötte talán jelképesen sötét felhők gomolyognak. A közöttük nyíló résen viszont a napsugár is rácsodálkozik a festő ecsetjére kívánkozó tájra. Utána vagy előtte vagyunk a viharnak. Jobb vagy rosszabb napok jönnek. Csak a kis épület igazi gazdája tudhatja, de ő bölcsen hallgat, s így van ez rendjén. Nem a mi dolgunk tudni a jövendőt. Elegendő, ha a tekintetünket fordítjuk a megfelelő irányba. A szelíden hullámzó zalai tájon barangolva, itt is, ott is, az erre lakók istenes életéről tanúskodó, kicsi, magukban álló templomokra, kápolnákra, szent szobrokra bukkan az érdeklődve bóklászó látogató. Az épületek egy része középkori falvak egyháza volt, melyek emlékét poros okirat és lassan a feledésbe merülő dűlő név mellett már csak az ősi plébánia templom őrzi. A falvak hajdani lakói a vérzivataros évszázadokban otthonukat hátrahagyva elmenekültek. Rosszabb esetben fegyvertől lelték halálukat. A fából, sárból épült, szalmatetős házakat a rájuk vetett üszök, a víz és a szél elpusztította. Csak a templom téglafalai álltak ellen a pusztító elemeknek, és várták a javító kezeket. A falvak egy része soha nem települt újra, mások biztonságosabbnak vélt dombhajlatokba költözve reméltek gyógyulást sebeikre. Ha szigorúan a művészi értéküket tekintjük, az útszéli szakrális emlékek nagy többsége nem nevezhető éppen kvalitásos alkotásnak. Készítőik neve kivételes esetben ismert. A kápolnák általában falusi pallérok, a szobrok vidéki kismesterek, olykor mezővárosi kőfaragó cégek tagjainak munkái. Ha tetszetősre sikerednek, többnyire a minta kiválasztását, s nem a készítő invencióját kell dicsérni. Az épületek esetében bizonyos mértékig más a helyzet, hisz a legrégebbi emlékek Böde, Kallózsd, Puszta Ederics, Szompács Puszta, Szécsi-sziget, Márok, stb. Egykor virágzó falu közösségek plébánia templomának épültek, így néhányukra a művészet történet is felfigyelt. A többi tárgyalt emlékhez hasonlóan azonban értékük, mert hogy számunkra közel sem mondhatók értéktelennek, elsősorban nem magasabb színvonalukból,
hanem abból eredeztethető, hogy egy első jedőben levő, de sok évszázadon keresztül virágzó világ rekvizítumai, őseink gondolatvilágának őrzői és közvetítői, amelyek ma is meghatározó elemei a Zalai Tájnak. Az öreg förhénci szőlőhegyi kápolnában, déli harangozásra várva, számtalanszor gondolkodtam azon, vajon évek óta mi késztet arra, a munka csúcsok idején is, hogy naponta megkondítsam a rangot. Egy vallását gyakorló keresztény embertől persze kitelhet ennyi áldozathozatal. Többször rágódtam rajta, de mára egyértelművé vált, nem a közösség elvárását teljesítem. Talán a tradíció iránti elkötelezettség munkál bennem. Vagy a mindenható kiengesztelésének igénye késztet erre, hiszen a gazdasági évben állandó veszély leselkedik a földműves ember munkájának gyümölcsére. Egykori társadalomkutatóként tudományos választ kereshetek a fölvetett kérdésekre, de a valódi okok megértéséhez még sok információnak kell tisztulni bennem. A gondos művelést igénylő növényi kultúrák állandóan próbára tették az ember fizikai erejét, amelyet a természeti csapások, fagy, vihar, napsütés hiánya, jégverés, stb. Rendszeresen visszatérő stressz hatásai közepette kellett kifejtenie. Ezért nem meglepő, ha munkájára áldást kért. Birtokait az égiek oltalmára bízta, akinek tiszteletére kereszteket, emlékműveket, szobrokat, kápolnákat állított. A bemutatott, többségében 18.-19. századi szakrális emlékünk keletkezésének jobb megértéséhez látnunk kell a korabeli emberek hitéletének fontos jellemzőit. A lelkekben föltámadt mélyebb vallási szükséglet a népi állítatosságban öltött testet. Nem a kötelességét egy szent misén, Krisztus kereszt áldozatának megismétlődésén való részvételben keresték és találták meg az egyszerű emberek a lelki megbékélést. A vallási élet inkább a tömeges eseményekre, szentségimádás, körmenet, búcsú, stb. Fókuszál. Másrészt a tovább élő rendiség következményeként a néphitben felerősödött a szentek patronátusi szerepének tisztelete. A magyar barokk vallásosság ezzel vált alkalmassá arra, hogy nemzedékek vallási igényét kielégítse. A mezőgazdálkodással kapcsolatos szentek Orbán, Medárd, Donát, Illés, Bertalan, Izidor, Simon, Júdás, Vendel, stb. Kiterjedt kultusza a parasztság körében az ország alapvető agrár jellegéből, élelmiszer termelésre való berendezkedéséből következik. Ősi hagyomány szerint a kultuszhelyeket rendszerint dombtetőkre, magaslatokra építették. Egyrészt azt remélték, hogy az oltalmazó fölötte áll a védendő területnek. Másrészt így módon az ünnepi alkalmak szertartásai résztvevők közelebb kerültek az istenséghez, kiemelkedtek a hétköznapok világából. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, a mi portánk két hét múlva is várja önöket. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.